Többek között ez az egyik olyan rovaremésztő növény, amelynek a szaporítását kutatja Balázs. A harmatfű 188 alfajjal képviselteti magát a világban. Legnagyobb számban Ausztráliában fordul elő, de Közép-Európában is megtalálható. Jellemző termőhelyük a nedvességtartó lápok világa, viszont van olyan alfaja is, amely mára teljesen kipusztult. Ennek az egyik oka, hogy a gyógyszeripar már jó ideje alkalmazza alapanyagként a növényt. Annak ellenére, hogy védett, több országban engedélyezett a gyűjtése. Még 1984-ben 100 kg növényt exportált Finnland Európába, addig ez 94-re, 2100 kg-ra növekedett. Éves szinten az európai cégek 7-10 tonnányit használnak fel ebből a növényből. Számokban érzékeltetve 1 kg harmatfűből előállított gyógyszeripari nyersanyaghoz 7-10 ezer darab növényt kell begyűjteni. A kalocsai fiatalember kutatásának célja, hogy új alternatívákat találjon a kipusztulásait ért populáció nagy mennyiségű szaporítására, illetve azok visszatelepítésére. A pályázatomat természetvédelmi, környezet és természetvédelmi alapítványnak a lápokban élő növényeknek a szaporításával kapcsolatban írtam, melyből kiemeltük a védett harmatfűvet, és így kaptam meg ezt a kutatói helyet Észak-Németországban, Greifswaldban. A szakember elmondása szerint azt tervezi, hogy visszatér hazánkba. Jelenleg tárgyalásokat folytat az Őrségi Nemzeti Parkkal arról, hogy besegítene az ottani harmatfűvédelmi programba.